Következzen... Jaj, mit is mondjak? Hát következzen egy igazi elmebeteg. Fogadják sok szeretettel azt a színésznőt, aki nem a feleségem, nem a kishugom, nem a nővérem. Peller Anna! Na! Jézusom! Na! Hozom a karaktert! Jézus! Már vagyok én, úri nő, csak egyszerűre jár! De ki menő van minden vasárnap délután! Maradságám hadiszalni, ki lehetne más? És a dasztávus, aki marad jó során! Azért jöttem el magához, igen tisztítunk! Mert azt hallom magánál, sok színésznét hallunk! Ott hagyom a cselédpallát, üsse meg a kő! Lehet majd még belőlem is pesti színésznő! Jól van, drágám, de először vizsgáznia kell. Azt csinálom. Legjobb lesz, ha mindjárt egy kis nótát énekel. Tessék! Gyár rá, te! Néhány! Igaz egy én, de vagy a legpusztább legén. A te kurázsi, a te stilázsi, szemét a legszebb közelmény. Gyere, te bűvázom! Gyere, papám! Maradj a bőcskét, mondhatnám, hogy direkte csodás. Tessék, lányom, itt van már a megállapodás. Kár lenne a Dézsa mellett elpirulnia. Várton ez nem kompliment, kár elpirulnia. Istenként a boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán máma estére már fel is léphetek. Jaj, Kosári Emanuel, Fenak Sárika. Itt van az új kollégátok, Pászol Márika, bocsánat. Gondoljuk most tisztelt úr, hogy ön a partnerre, de próbálja csak egy kicsini botázni velem! Gyaj! Néhány! Igaz enyém, te vagy a legpusztább legény! A te kurázsid, a te selázsid, szed itt a legszebb követ!